Üdvözöllek! Valószínűleg mindenkinek a számítógépén vannak olyan fájlok, amelyek a számára valamilyen okból fontosak. Lehetnek ezek akár egy nyaraláson készült fényképek, vagy éppen valakinek a munkájához tartozó különböző fájlok. Ezekkel, hogyha valami történik, mondjuk meghibásodik a merevlemez, vagy bármi más okból ezek eltűnnek, akkor az ugye nem túlságosan jó dolog, ezért ez célszerű megelőzni a rendszeres biztonsági mentéssel. A biztonsági mentés alatt ugye azt ér, hogy valahova máshova ezeket a fájlokat átmásoljuk rendszeresen, akár egy pendrive-ra, vagy egy külső merevlemezre, vagy akár a számítógépünkön máshova, bár ez a legkevésbé megbízható az összes közül, de még mindig több, mint a semmi. Ezeket megtehetjük kézzel is, egy akármilyen fájlkezelővel, vagy megtehetjük egyszerűbben valami ilyesmi célból készült program segítségével, amellyel a másolásokat rendszeres időközönként elvégezzük. Viszont most egy ennél jobb megoldást nézzünk meg, ami gyakorlatilag azt fogja csinálni, hogyha kijelölünk egy adott mappát, és abban történik valami változás, mondjuk létrejön egy új fájl, vagy módosul egy új fájl, vagy törlésre kerül egy fájl, akkor nem csak az adott helyen fog módosulni, hanem automatikusan azon az eszközön is ez végre fog hajtódni, amelyen a biztonsági másolatainkat elhelyezzük. Ez az eszköz lehet akár egy pendrive, egy merevlemez, egy külső merevlemez, vagy éppen a számítógépünkön egy másik merevlemez. Bár ahogy mondtam, ez a legkevésbé megbízható, hiszen hogyha kompletten a számítógéppel történik valami, akkor ugye hát az nem annyira túlságosan jó megoldás. Ugye biztonsági másolat is a számítógépben van, de a semminél az is sokkal több igazából. Tehát most akkor egy olyan programot nézzünk meg, amely automatikusan készíti a biztonsági másolatokat, akkor, hogyha az adott mappában valami módosulás történik. Ez a program a Syncless. Hogyha erre rákeresel, akkor itt a legelső találat. Ez egy ingyenes program, használni is eléggé egyszerű, itt a download-dal le is tudod tölteni, és telepíteni sem kell, csak kidemeríteni, és hogyha elindítottad, akkor ez így néz ki. Van egy ilyen üdvözlő képernyő, hogyha ezt a bejelölést innen kiveszed, akkor ezzel többet nem fog zaklatni, és akkor ide a startra kellene kattintani. És akkor ez gyakorlatilag úgy működik, hogy ilyen tegeket, vagyis címkéket, amelyek felfogható kategóriáknak is, ilyeneket kell létrehozni, és ami egy ilyen tag, vagyis címke alatt van, azokat a könyvtárakat automatikusan egymással szinkronban fogja tartani. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha most létrehozunk itt egy új teget, create, mondjuk azt, hogy próba, create, és akkor ide hozzáadunk egy könyvtárat. Tehát ezt oly módon lehet egyszerűen megtenni, hogy most nekem itt van egy ilyen, hogy innen, meg egy ilyen, hogy ide. Ennek a két könyvtárnak a tartalmát szeretném én összhangban tartani. Látható, hogy az innenben van egy ilyen, hogy létező, az ide abban még nincs semmi. Ezeket én fogom balegér gombot nyomva tartva egyszerűen ráhúzom ide a programra, és akkor látható, itt ki tudjuk választani, hogy melyik tagbe szeretnénk, melyik kategóriába szeretnénk hozzáadni. Itt van a name-ben próba, hát akkor tag. És akkor itt létre is jött, és akkor ide belehúzzuk az innen mappát is, szintén a próbába. És innentől kezdve ez a két könyvtár folyamatosan szinkronba lesz tartva. Most látható, itt még nem jelent meg az a fájl, aminek meg kéne jelennie, itt van az innen könyvtárban. Viszont, hogyha rányomunk arra, hogy Sync Now, akkor első alkalommal ezt el fogja végezni. Hát most a program magának létrehoz egy ilyen mappát, ezzel nem kell nekünk foglalkoznunk. Viszont látható, itt van az ide, abban is megjelent ez a létező.txt. Hogyha első alkalommal szinkronizáltuk, azaz a két könyvtár tartalmát összhangba hoztuk, akkor itt erre kattintunk, és akkor itt van ez a Seamless, ilyenkor automatikusan elvégzi a különféle fájlok szinkronizálását. Tehát, hogyha most például itt az ide mappában létrehozunk egy aha.txt-t, nézzük meg, jó? Bele is írhatunk valamit, elmentjük, akkor egyrészt itt létrejön, másrészt van az innen, ott is létre fog jönni, ugyanazzal a tartalommal. És mindez automatikusan történik, amint az látható. És ha most itt ezt módosítjuk, próbáljuk ki, így, akkor itt van egy ilyen könyvtár, illetve itt is van, ahol látható, hogy létrejönnek különféle verziók, tehát a fájlok előző verzióit is meg fogjuk itt találni. Hogyha valami olyasmi történne, hogy rámentünk egy fájlra, és ezt nem szerettük volna, és be is zártuk, akkor itt nem tudjuk visszavonni, viszont innen az archívumból ki tudjuk még szedni. Egyébként ezt tudjuk szabályozni, itt van ez a beállítások gomb, és akkor
Itt van az archiválás. Látható itt van, hogy az utolsó két változtatást azt helyezze el az archívum könyvtárban. Ezt lehet növelni ezzel a csúszkával egészen 10-ig, illetve egyik csökkenteni, valamint ki is lehet kapcsolni. Ez nem baj, hogy be van kapcsolva, mondjuk egy 5 az talán már úgy elég. Csak azért vigyázni kell, mert nagy fájloknál ugye duplázódnak, vagy triplázódnak, vagy éppen négyszereződnek a fájlok, és ha mondjuk 200 mega, akkor mondjuk már 4x200 mega lesz az elfoglalt hely, plusz még az eredeti. Hogyha mondjuk itt 4 van bejelölve, hogyha 5, akkor meg nyilván akkor már 5-szer annyi. Tehát erre azért oda kell figyelni. És hát gyakorlatilag ez így ennyi, ide belevehetünk akármennyi könyvtárat egyébként, illetve ez olyan módon is működik, hogy nem kell magát a programot használni abszolút, hanem hogyha egy mappára rákattintunk jobb egérrel, akkor itt van egy Syncless Tag, illetve Syncless Untag. Tehát hogyha most itt létrehozunk még egy mappát, új, rányomunk, és akkor Syncless Tag, vagyis hogy vonja be valamelyik tag kategóriába. Most itt egy újat hozna létre, ami megegyezik a mappa nevével, de nevezzük át ezt is próbára, tehát abba helyezzük el, látható, hogy felismeri automatikusan a létező tegeket, és akkor ezt is hozzáadjuk ehhez, és látható, hogy megcsinálta ehhez is, nézzük csak. Itt van az újban ez a két fájl. Tehát akárhány eszközre, akárhány helyre gyakorlatilag ezt megtehetjük. Folyamatosan szinkronban tarthatjuk az összes helyet, ami lehet egy mappa a merevlemezünkön, vagy egy pendrive, vagy egy külső merevlemez, vagy akár mindegyik egyszerre, és akkor így már egészen korrektül megvalósítjuk a biztonsági másolatok készítését. Természetesen itt létrehozhatunk új teget is, amint az látható, mondjuk egy másik névvel, create, és akkor gyakorlatilag ide felvetünk újabb mappákat, itt pedig ki tudjuk választani, hogy melyikre szeretnénk dolgozni. Aztán, hogyha valamelyikre nincsen szükségünk, mondjuk innen a próbából, akkor azt mondjuk, hogy untag, akkor az innen eltűnik, illetve taggel hozzá is adhatunk újat, vagy akár jobb egér gombbal kattintva, az látható volt. Aztán van ilyen, hogy unmonitor, az pedig a külső eszközökre vonatkozik, látható. Aztán log, hát ez pedig gyakorlatilag itt naplózza a különféle műveleteket, amint az látható. Aztán van ilyen, hogy details, itt szűrhetünk különféle fájlokra, ez sem egy haszontalan dolog. És van a remove, amivel egy komplet teget, vagyis címkét, kategóriát eltávolíthatunk, hogyha már nincsen rá szükségünk. Nézzük meg mondjuk a másiknál, ez nem kell, remove, és akkor az innen szépen eltűnik. Hát gyakorlatilag ez ilyen egyszerűen működik. Itt a beállításokban van pár dolog, ami úgy fontosabb. Itt a Welcome Screen, az üdvözlő képernyő, ezt már kikapcsoltuk, az nem kell. A Shell Integration, az kell, az a jobb egér. Tehát erről lenne szó, erről a két menüpontról ezt így hozzáadja, az jó dolog. Aztán van itt ilyen, hogy amikor a program elindul, akkor tegye le tálcára a programot. Ezt be lehet éppen jelölni. Aztán ugye itt volt a különféle verziók, kezelés és a notification, hát hogyha valakit zavar, ezt kikapcsolhatja. Látható volt, itt megjelentek ilyen buborékok, hát ez nem feltétlenül szükséges szerintem. Oké, és fontos, hogyha végeztél itt a beállításokkal, meg ilyesmikkel, akkor ne bezárd. Egyébként figyelmeztet is, hogyha bezárd, akkor kikapcsolod a mappák szinkronizálását, az nem túl jó. Hát cancel, hanem ide kellene kattintani, és akkor szépen ide leteszi háttérben futó alkalmazásként. Hát gyakorlatilag ez a program így ennyi lenne, úgy gondolom, hogy elég hasznos és könnyen is használható. Plusz még ráadásul ugye itt a jobb egérrel is működik, ami szintén eléggé jó dolog tud lenni. Nem kell a programban nekünk matatni, hanem egyszerűen itt is meg tudjuk ezt oldani.